Továbbra sincs koronavírusos beteg itthon, az operatív törzs újabb intézkedéseket fogadott el. Újabb áldozatok Európában, Olaszországban 12 halott van, Franciaországban is elhunyt egy beteg. Óriásit nőttek a keresetek itthon, egy év alatt több mint 10%-ot, a bruttó átlagbér csak nem 368 ezer forint. És marad a forróság a 3-as metrón, a baloldali fővárosi többség leszavazta, hogy klimatizálják a szerelvényeket. Ez a híradó 7:30-tól, az M1-en Meszes Boglárka vagyok, jó estét kívánok! Továbbra sincsen koronavírusos beteg Magyarországon, a hatóságok nem tudnak fertőzöttről az ország területén. Az operatív törzs folyamatosan figyeli a helyzetet, és újabb intézkedéseket vezettek be a korábbi 28 pontos akcióterven túl. Elindult egy ügyeleti központ, itt bárki bármikor segítséget vagy információt kérhet a vírussal kapcsolatban. Emellett a szállodák és panziók közreműködését is kérik a koronavírus gyanús esetek kiszűrésében. Közben egyre több helyen ellenőrzik a Magyarországra érkezőket, a letenyei határátkelőnél is figyelik a belépőket, és a Szöulból érkezők is csak testhőmérés után hagyhatják el a repülőteret. Olaszországból érkeztek ezek a turisták a letenyei határátkelőhöz. Mielőtt beengednék őket az országba, megmérik a hőmérsékletüket. Az országos mentőszolgálat mindenkit megvizsgál, aki Olaszországból, Kínából vagy a Távol-Keletről érkezik. Ha vírusfertőzésre utaló tüneteket találnak, elkülönítőbe viszik. Szükség esetén pedig innen azonnal a Szent László kórházba szállítják őket. Szerdán szállt le Budapesten az első olyan Szöulból érkező járat, amelynek utasai csak azután léphettek be a Ferihegyi repülőtér termináljába, hogy ellenőrizték a testhőmérsékletüket. Elsőként január végétől a Kínából, majd múlt hét vasárnaptól az észak-olasz városokból érkezőket szűrték. Most azonban már szükségessé vált a dél-koreai fővárosból utazók egészségügyi ellenőrzése is. Szöulból heti 3 alkalommal landol járat Budapesten. Nagyon fontos, hogy a testhőmérséklet ellenőrzéskor nem csak az utas sokat, hanem mindig a gép személyzetét is szűrjük. Egyébként az elmúlt egy hónap alatt, ami ott ez a rendelkezés ér, egyetlen egy utasnál fordult elő magasabb testhőmérsékletet kínai hölgynél, akiről később bebizonyosodott, hogy nem koronavírussal fertőzött. A kormány és az operatív törzs is kiemelten kezeli a koronavírus járványt. A koronavírus megjelenése óta működő operatív törzs a korábban elfogadott 28 pontos akciótervén túl most újabb intézkedéseket jelentett be. A vírus elleni küzdelem érdekében mostantól ügyeleti központ működik, amellyel bárki felveheti a kapcsolatot. Az ingyenesen hívható számokat éjjel-nappal lehet tárcsázni. A telefonokat a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársai veszik fel, és szakszerű segítséget nyújtanak. Ezen kívül e-mailben is lehet kérdéseket feltenni a koronavírus@bm.gov.hu címen. Mindenkit arra kérnek, hogyha lehet, ne utazzon olyan helyre, ahol sok a beteg. Továbbra sem javasoljuk a gócpontokba, főként Észak-Olaszországba utazni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az Olaszországba utazók regisztráljanak, vagy a konzuli szolgálatnál 0-24 órában van erre lehetőség, vagy az operatív törzsnél is lehet ezt jelezni. Az operatív törzs együttműködésre kéri a szállodák és kiemelt autóutak melletti panziók személyzetét a koronavírusos esetek kiszűrése érdekében. A nemzetközi vonatokon fertőtlenítőszereket, testhőmérsékletmérésre alkalmas eszközöket kell biztosítani, illetve a kalauzokat is fel kell készíteni a teendőkre. Magyarországon koronavírusos megbetegedésről nem tudunk. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta, nincs helye a bűncselekménynek számító álhírek terjesztésének. Az a tiszteletteljes kérésünk, hogy senki ne éljen vissza azzal, hogy a helyzet láthatóan Európa szerte komoly. Magyarországon még nincs megbetegedés, de természetesen a veszély fennáll. Hogyha információnk van arról, hogy bárki Magyarországon megbetegedett, akkor ezzel kapcsolatosan azonnal tájékoztatást fogunk adni. Gulyás Gergely hozzátette, minden bajba jutott magyar állampolgárnak bárhol a világon igyekeznek segítséget nyújtani. Most is folyamatosan ellenőrzik a belépő járműveket a magyar-horvát határon. Péter Árpád kollégám órák óta ott van a helyszínen, hozzákapcsolunk most is. Szervusz, hogyan zajlik az ellenőrzés, és mindenkit megállítanak-e?
összehangolt és fegyelmezett az együttműködés a rendőrség és a mentőszolgálat munkatársai között, ezt tapasztaltuk délután. Jó estét kívánok! Mindenki, aki érkezik, természetesen megáll, és a rendőrök azt szerint mérlegelik, hogy szükség van-e vizsgálatra, hogy egyrészt honnan érkezett, van egy kérdéssor, amit föltesznek, illetőleg az úti okmányaiból is következtethetnek erre, és ha valaki például Olaszországból jött, vagy Kínából, vagy távol-keleti országokból, akkor a mentőszolgálat szolgálatban lévő munkatársa azonnal egy hőmérővel, egy testhőmérővel kijön, megvizsgálja őket, megméri a hőmérsékletüket, és ha az eltérést mutat a normálistól, vagy éppenséggel valamilyen felső légúti megbetegedésre utaló tünetei, panaszai vannak az utazóknak, akkor elviszik őket egy különítő helyiségbe. Mi történik ezután azzal, akinél felmerül a koronavírus fertőzés gyanúja? Az elkülönítő helyiségben további vizsgálatok várnak az utazókra, azokra, akiknél fölmerült a gyanú, ezt itt mutatjuk is, ebben a rendőrségi épületben kapott helyet ez az elkülönítő szoba, és hogyha a vizsgálatok a gyanút erősítik tovább, akkor azonnal érkezik ide a mentőszolgálat egy autója, amely a fővárosba, a Szent László kórházba viszi el további vizsgálatra azokat, akiknél a gyanú fölmerült. Péter Árpádnak köszönjük szépen! Szigorú intézkedésekkel készül a magyar ellátórendszer a koronavírus megjelenésére. A háziorvosok részletes tájékoztatást kaptak, hogy mi a teendő, hogyha fertőzés gyanús esettel találkoznak. Egyelőre csak azok kerülnek karanténba, akik a fertőzött területen jártak, és nagy az esélye annak, hogy kapcsolatba kerültek a vírussal. Itthon egyelőre 18-an vannak karanténban, ők mindannyian jól vannak, továbbra is tünetmentesek. Tartalmazza, hogy milyen teendőink vannak koronavírus fertőzött beteg esetében. Már minden háziorvos megkapta azt a tájékoztatót, amelyben részletesen leírják, hogyan ismerhetik fel a koronavírus gyanús eseteket. A dokumentumban az is megtalálható, hogy kit kell értesíteni, illetve hova kell tovább küldeni a beteget. Azon kívül saját magunkat védjük már azonnal megfelelő maszkkal és ruházattal. A betegnek is adunk maszkot, és mielőbb a megfelelő kórházba be kell szállítani, természetesen vagy mentővel, vagy saját gépkocsival, semmiképpen nem tömegközlekedve, és azonnal jeleznünk kell akár a területek illetékes ANTS-nek, vagy pedig egy megadott 24 órán keresztül élő telefonon, hogy van egy gyanús esetünk, hogy mielőbb ki tudják vizsgálni. A legtöbben azt mondják, az alapvető higiéniás szabályok betartásával védekeznek a fertőzés ellen, vagyis gyakrabban mosnak kezet, valamint zsebkendőbe köhögnek és tüsszentenek. Kezet mosunk, meg védekezünk, nem érintkezünk senki olyannal, aki, főleg aki külföldről jön. Sokan szájmaszkot is viselnek, nehogy elkapják a betegséget. Ezt azonban nem az egészséges embereknek, hanem a már fertőzötteknek javasolják a szakemberek. A szájmaszk viselése egészséges ember vonatkozásában teljesen felesleges, tehát nem szükséges. Aki beteg, akár influenzás, vagy valamilyen felső légúti megbetegedésben szenved, a köhögéssel, nyállal, tüsszögéssel, ezeken a nyálcseppeken utaznak a kórokozók, és ezért a beteg részére ajánljuk, hogy viseljen szájmaszkot. Ne adja tovább a fertőzést. Az országos tiszti főorvos azt mondta, ha valaki úgy érzi, hogy lázas, és 14 napon belül olyan területen járt, ahol találkozhatott fertőzöttel, vegye fel a kapcsolatot házi orvosával, de ne menjen a többi beteg közé. Azt javasoljuk, hogyha ilyen helyzet van, lázas tüneteket mutat, és a járványos területen járt, akkor hívja fel a háziorvosát, és a háziorvos megy ki a házhoz, és tisztázza a részleteket, és az után dönt. Nem javasoljuk semmi esetre se, hogy a váróterembe a többi beteg közé bemenjen. A Délpesti Centrum Kórház főorvosa elmondta, a betegség a fiatalokra és az erős immunrendszerű emberekre nem veszélyes, az eddigi halálos áldozatok idős betegek közül kerültek ki. Már többen jelentkeztek a kórházakban, hogy észlelik magukon a koronavírus tüneteit, eddig azonban egy gyanús eset sem igazolódott be. Szlávik János hozzátette, minden magyar jól van, akit koronavírus gyanúval karanténban tartanak. Középiskolás lányokról van szó, akik
következő 14 napban, illetve most már csak 11 napban ugye nem láthatják a családtagjaikat, nem érintkeztetnek velük, de egyelőre rendkívül jól tűnik. Ők is teljesen jól vannak, valamennyien, mind a diákok, mind a tanárok, mind a buszsofőrök, teljesen láztalanok, egészségesek. Eddigi vizsgálatok náluk sem mutatták ki a koronavírusnak a jelenlétét. Minden laboratóriumi eredmény negatív eredménnyel zárult. Tehát összesen 18 ember van karanténban a Szent László kórházban. Az emberi erőforrások minisztere hangsúlyozta, a koronavírussal kapcsolatos magyar eljárásrend szigorúbb és határozottabb, mint ami általában Európában jellemző. Kásler Miklós ugyanakkor hozzátette, nem zárnak mindenkit azonnal karanténba. Ha a fertőzöttség esélye kicsi, akkor csak megfigyelés alatt tartják az érintetteket. A gyanú esetén, tehát hogyha valaki fertőzött területről jön, jelentős az esélye annak, hogy találkozhatott a vírussal, abban az esetben karantént rendelünk el. Abban az esetben, hogyha a gyanúnak az esélye lényegesen kisebb, a valószínűsége csökken annak, hogy a vírust akvirálhat, abban az esetben megfigyelés alatt tartjuk. A megelőző intézkedésekre azért van szükség, hogy senki ne reagálja túl a fejleményeket, ez azonban nem jelenti azt, hogy a szakemberek ne készülnének fel a lehető legrosszabb variációra is. Közben tovább terjedt a koronavírus járvány Európában. A gócpont továbbra is Észak-Olaszországban van, ahol eddig 12-en haltak meg, 400-an megfertőzöttek, és továbbra is több mint 50 ezer ember van karanténban. Közben Olaszországból, Milánóból hurcolta be Finnországba egy nő a koronavírust. A finn nő maga jelentkezett vizsgálatra, mostanra kiderült, hogy ő is megfertőződött. Bécsben tanítás közben vontak vesztegzár alá egy iskolát, miután rosszul lett egy tanár, aki nemrég tért haza egy olaszországi utazásról, de találtak már fertőzöttet többek között Németországban, Svájcban, Görögországban és Észak-Macedóniában is. Katonák és csendőrök őrzik a karantén alá vont településekre vezető utakat Észak-Olaszországban. Az útzáron kizárólag azt engedik át, aki megfelelő írásos engedélyt tud felmutatni. Lombardia és Veneto tartományban több mint 50 ezer embert érint a szigorú vesztegzár. Bezártak a közintézmények, tilos bármiféle nyilvános rendezvényt tartani. A térségben rohamosan növekszik a fertőzöttek száma, szerdára 4 gyermek is megbetegedett. A járványnak már több mint tucatnyi halálos áldozata van az országban. Lombardia központjában, Milánóban is kényszerszünet van az iskolákban és az egyetemeken. Aki teheti, otthonról dolgozik. Zárva tartanak a múzeumok és a színházak, még a város legfőbb turista látványossága, a Dóm sem fogad látogatókat. Nem rejtőzhetünk el a probléma elől. Be kell tartanunk az előírt óvintézkedéseket, de nem szabad pánikba esnünk, vélte egy helyi nő. Bécsben szerdán tanítás közben vontak vesztegzár alá egy iskolát, miután rosszul lett egy tanár, aki nemrég tért haza egy olaszországi utazásról. A rendőrök azonnal körbevették az épületet. Reggel 9-kor vezényelték ki az egységünket. Egyelőre senki nem mehet be, és senki nem jöhet ki az intézményből. Várjuk az egészségügyi hatóság döntését, mondta napközben a rendőrség szóvivője. A diákokat végül hazaküldték, egyelőre otthon kell várniuk a további utasításokat. Ausztriában már tucatnyian vonultak karanténba, az ENSZ bécsi irodájának egyik munkatársát szerdán kórházba vitték. Párizsban hajnalban meghalt egy 60 éves férfi, aki már súlyos állapotban került kórházba. Ő a járvány második halálos áldozata Franciaországban. Németországban már több tartományban is felütötte fejét a kór. Düsseldorfban az elmúlt éjszaka súlyos tüdőgyulladással szállított a kórházba egy férfit. Órákkal később a felesége szervezetében is kimutatták a vírust. Közben már legalább 4 fertőzött vendéget találtak abban a szállodában, amit kedden vontak vesztegzára le a Spanyolországhoz tartozó üdülőparadicsomban, Tenerife szigetén. 25 ország, csaknem 1000 állampolgára rekedt a hotelben. A helyi hatóságok versenyt futnak az idővel, hogy kiderítsék, kikkel érintkezett az az olasz turista, akinél először jelentkeztek a koronavírus fertőzés tünetei. A szóban forgó férfi február 17-én érkezett repülővel. A reptéren buszra szállt egy 10 tagú olasz csoporttal együtt. Azóta nagyjából a hotel környékén időzött, közölte a sziget regionális elnöke. A járvány közben Svájcra is átterjedt. Az olasz határ közelében lévő egyik településen egy 70 éves férfi szervezetében mutatták ki a koronavírust. A beteg családtagjait és szomszédait karanténba helyezték. Görögországban egy 38 éves nő betegedett meg. Ő is nemrég járt Olaszországban.
Elhagyhatta a bécsi kórházat a koronavírus fertőzés gyanújával vizsgált magyar nő, miután negatív lett a tesztje. A Híradónak azt mondta, hogy a következő napokban azért elővigyázatosságból otthon marad. Az M1 sportszerkesztője, Horváth Gergely Áron pedig továbbra is a lezárt olasz térség közelében tartózkodik. Ő azt mondta, az utcákon alig látni embereket, aki csak teheti, inkább otthon marad. Délutánig kellett várnom az eredményre, ami szerencsére úgy néz ki, hogy negatív. Negatív lett a teszt eredménye, ezért hazaengedték a kórházból azt a magyar nőt, akit kedden koronavírus gyanújával szállítottak az egyik bécsi kórházba. Miháci Beáta a Híradónak azt mondta, elővigyázatosságból a következő hetekben otthon marad. Azt mondták, hogy maradjak itthon olyan 14 napot, itthoni karanténban úgymond, tehát ilyen itthon a lakásban karanténban, és majd fognak hívni az egészségügyi központtól, illetve kaptam egy e-mail címet, ahol minden este írnom kell egy mailt, hogy jól érzem-e magam. Az M1 sportszerkesztője Horváth Gergely Áron továbbra is Padova mellett tartózkodik, az egyik lezárt olasz területtől mindössze 50 kilométerre. Azt mondja, az utcákon alig látni embereket. Aki teheti, inkább otthon marad. Az emberek továbbra sem szívesen merészkednek ki az otthonukból, és hogyha tehetik, akkor inkább zárt helyen maradnak. Láthatják, ez a tér is szinte teljesen üres, csak néhányan lézengenek az utcán, a kávézók teraszán sem ül senki. Ennek az is az oka egyébként, hogy iskolaszünet van vasárnapig egészen biztosan, de pénteken dönthetnek majd arról, hogy meghosszabbítják az iskolák, illetve az oktatási intézmények zárvatartását. Ez a Vidigulfo falu, ahol élek, csak hogy mutassam, hogy mennyire üres, mennyire csend van, mennyire nincs senki. Hasonló a helyzet a másik fertőzött olasz tartomány Lombardia településein is. Üres utcák és kifosztott boltok. Alig maradt néhány áru ebben a bevásárlóközpontban. Ezeket a felvételeket Boros Ibolya küldte el a Híradónak. Azt mondja, ha szükséges, elővigyázatosságból házhoz megy az orvos. Nem mehetünk az orvoshoz sem. Az orvos inkább kijön egyedül hozzánk, aki kéri, aki beteg. Nem mehetünk el az első segélynyújtásra, senki tilos elmenni egy egyszerű náthával, köhögéssel, vagy influenza, ha valaki azt hiszi, hogy influenzával szenved. Úgyhogy mindenkihez ki kell, hogy jöjjenek. És senki nem mehet se az orvosi rendelőbe. Ki van adva rend, hogy mit kell csinálni ebben a helyzetben. Magyarországon koronavírusos beteg továbbra sincsen. A japán partoknál veszteglő szállodahajón dolgozó magyar pedig, aki megfertőződött, egy japán kórházban van. A miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte, a magyar kormány továbbra is kész azonnali segítséget nyújtani minden magyar állampolgárnak, határon túl is. Minden bajba jutott állampolgárnak, magyar állampolgárnak, bárhol van a világon, azonnal igyekszünk segíteni. Akik erre igényt tartottak, azokat Wuhanból hazahoztuk. Figyelemmel követjük a japán hajón tartózkodó megfertőződött magyar sorsát, és karantént biztosítunk, amikor szükséges, a már itthon lévő fertőzött területről érkezett magyaroknak. Gulyás Gergely arról is beszélt, jól van az az öt magyar, akik a Kanári-szigeteken abban a hotelben laknak, amelyet vesztek zár alá vontak több koronavírussal fertőzött vendég miatt. Világszerte terjed a járvány, most először fordult elő viszont, hogy a világon több új megbetegedés derült ki, mint Kínában. Dél-Koreában egyetlen nap alatt több mint 200 új fertőzést regisztráltak, és legkevesebb 13-an haltak meg. Az már biztos, hogy nem rendezik meg Szöulban a gyors korcsolya VB-t, a tokiói olimpiával kapcsolatban viszont ma is azt mondták a szervezők, hogy megtartják, legfeljebb korlátozzák a látogatók számát. Hubei. Immár negyedik hete folyamatosan csökken a Hubei tartományon kívül regisztrált új koronavírusos fertőzések száma Kínában. Kedden mindössze 5 ilyen esetet regisztráltak, jelentette be a Kínai Egészségügyi Bizottság. A járvány gócpontjának számító tartományban viszont 401 új fertőzött került kórházba, ezzel a megbetegedések száma meghaladta 78 ezret a távol-keleti országban. Egy nap alatt több mint 50-en vesztették életüket. A halálos áldozatok száma így meghaladta a 2700-at. Az amerikai elnök szerint a pekingi vezetés képes lesz a járvány felszámolására. Beszéltem Xi elnökkel, nagyon elkötelezett a probléma megoldása iránt. Keményen dolgozik, képesek lesznek megoldani a helyzetet, mondta Donald Trump.
Szerdán fordult elő először, hogy világszerte összesen több új megbetegedés derült ki, mint Kínában. Koreától kezdve Iránon át egészen Brazíliáig több mint 420 ember szervezetében mutatták ki a kórokozót. A dél-koreai egészségügyi minisztérium minden eddiginél rosszabb statisztikákat közölt. Egyetlen nap alatt több mint 200 új beteget találtak. Országszerte több mint 1200 fertőzöttet kezelnek. Több mint egy tucatnyian meghaltak szerdára virradóra. A vírus gyors terjedése miatt lezárták a főváros egyik sportközpontját, ahol márciusban tartották volna a rövidpályás gyorskorcsolya világbajnokságot. A szervezők most új helyszínt keresnek, azonban bejelentették, valószínűleg kénytelenek lesznek elhalasztani a rendezvényt. Abe Shinzo japán miniszterelnök bejelentette, a szigetországban is elhalasztják a következő két héten esedékes összes sport és kulturális rendezvényt. Bár a Nemzetközi Olimpiai Bizottság egy magasrangú hivatalnoka kedden azt mondta, ha rövid időn belül nem sikerül megfékezni a járványt, kénytelenek lesznek lemondani a tokiói nyári olimpiát. A világverseny szervezője szerdán kijelentette, kizárt, hogy lemondják a játékokat, legfeljebb korlátozzák a látogatók számát. A távol-keleti országban szerdán 25 új megbetegedést és egy halálesetet regisztráltak. A több mint 5 millió fős Hokkaidó szigetén csütörtöktől kezdődően az összes általános és középiskolát bezárják. A Közel-Keleten is terjed a fertőzés. Iránban már csaknem 140 beteget, köztük a perzsa állam helyettes egészségügyi miniszterét, és 19 halálesetet regisztráltak. Kanada és az Egyesült Államok után kedden Brazíliában is kimutatták a kórokozót. Ezzel az Antarktiszon kívül az összes földrészt elérte a járvány. A DK azt szeretné tudni, hogy miért nem vezettek be a közúti határokon járványügyi ellenőrzést. Molnár Csaba azt mondta, a schengeni szabályok lehetővé teszik, hogy a tagállamok például közegészségügyi és járványügyi helyzetben bevezessék a határellenőrzést. Mindannyiunk közös érdeke, hogy ebben a súlyos és feszült helyzetben mindenki tegye a dolgát, és közösen meg tudjuk óvni a magyar embereket a koronavírus járványtól. Bár soha nem szabadulhat, mégis több milliós kártérítést kapott a Battonyai rém, erre hívta fel ma a figyelmet az Origó. A cikk szerint M. Zoltán a börtönbizniszben résztvevő ügyvédek segítségével beperelte a magyar államot, és 2,5 millió forintnál is több kártérítést kapott. Az országgyűlés tegnap döntött úgy, hogy június 15-ig nem fizethető ki börtönzsúfoltság miatt megítélt kártalanítás. Az új szabályok kialakításánál pedig figyelembe veszi majd a kormány a börtönbizniszről is szóló nemzeti konzultáció eredményét. A magyar kriminalisztika történetének egyik legbrutálisabb bűnügyeként tartják nyilván az úgynevezett Battonyai rém és társai által elkövetett gyilkosságot. M. Zoltánék csaknem 3 éven át rendszeresen kegyetlenül kínoztak egy fiatal nőt, aki náluk lakott. Az áldozat 2010-ben belehalt a sérüléseibe, a gyilkosai pedig elásták a holttestét, amely egy évvel később került elő a Békés megyei Battonyán. A magyar közvéleményt megdöbbentette a különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság, amelynek ügyében a jogerős ítéletet végül a szegedi ítélőtábla mondta ki 2015-ben. M. Zoltán elsőrendű vádlottként tényleges életfogytig tartó börtönbüntetést kapott. Soha nem szabadulhat, mégis több milliós kártérítést kapott a Battonyai rém, írja az Origó. A cikk szerint M. Zoltán a börtönbizniszben résztvevő ügyvédek segítségével beperelte a magyar államot, és 2,5 millió forintnál is több kártérítést kapott azért, mert a bíróság szerint az alapvető emberi jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt sérültek a gyilkos emberi jogai. Egyetértenek-e a magyarok az elítélteknek az állammal szemben indított kártérítési pereivel? Többek között erről is szól majd a március közepén induló újabb nemzeti konzultáció egyik kérdése. Több mint a fele a fogvatartottaknak érintett ilyen vagy olyan kártalanítási eljárásban. Strasbourg után második helyen áll Magyarország a megindított perek számát tekintve, ezért célszerű áttekinteni, hogy kik generálják ezt a példátlan eljárásdömpinget, mondta a századvég jogi szakértője az M1-en. Lomnici Zoltán hozzátette, figyelembe kell venni, hogy mi szolgálja Magyarország és a magyar emberek, illetve a fogvatartottak érdekeit.
ugyanis a büntetésnek mégiscsak az a célja, hogy a bűnelkövető megfelelő szankcióban részesüljön. Ha az az alaptestartása egy terheltnek, hogy ha én Magyarországon börtönbe kerülök, fegyházba, fogházba, akkor én automatikusan már készülhetek arra, hogy lesz majd segítségem a tekintetben, hogy hát komoly összegekhez jussak, akkor itt a preventív jelleg már eleve nem érvényesül a büntetés végrehajtás vagy a szabadság elvonás tekintetében olyan súllyal, mint egyébként kellene, hogy érvényesüljön. Az országgyűlés az egységes javaslatot 139 igen, 2 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta. Az országgyűlés kedden úgy döntött, hogy június 15-ig nem fizethető ki börtönzsúfoltság miatt megítélt kártalanítás. A jogszabály rögzíti azt is, hogy a kormánynak május 15-ig a hamarosan induló nemzeti konzultáció eredménye alapján új jogszabályt kell kidolgoznia. Luxus életet élnek a börtönbizniszből a baloldali és a Soros hálózathoz tartozó ügyvédek, ezt mondta a Fidesz országgyűlési képviselője. Budai Gyula példaként hozta Magyar Györgyöt, akit Karácsony Gergely főpolgármester bizalmasaként és tanácsadójaként említett, és akiről azt közölte, 419 kártérítési pert indított a bűnözők nevében a magyar állam ellen. És Magyar György nem is igazán leplezi, hogy ebből luxus életet él. Nem adja alább 20 millió forintos luxusautónál, és ezzel egyébként még szívesen dicsekedik is. De nem csak ő, hanem a Soros hálózat ügyvédjei is 100 milliókat kerestek a börtönbizniszen. Már csak 4 óra és életbe lép a kampánycsend Szlovákiában, ahol szombaton parlamenti választást tartanak. Szakértők szerint történetének egyik legbizonytalanabb voksolására készül az ország. Nagy kérdés, hogy képes lesz-e bármelyik párt a kormányalakításra. Magyar szempontból az a tét, hogy lesz-e magyar képviselő a pozsonyi parlamentben. A magyar közösségi összefogás az utolsó pillanatig részvételre buzdít. Városszerte láthatók a Magyar Közösségi Összefogás plakátjai Dunaszerdahelyen. Hosszas egyeztetések után jött létre ez a választási párt, amelynek színeiben indulnak a magyar jelöltek a szlovákiai parlamenti választásokon. Elsősorban is magyar vagyok. Tetszenek azok a pontok, amiket a összmagyar párt megfogalmazott, és lényegében remélem, hogy sikerül. Ebbe bízik ez a déli magyarság most már mindenki. Reméljük, hogy minél többen jönnek szavazni majd. A megkérdezettek szerint nagyon fontos, hogy legyen magyar képviselet a következő pozsonyi országgyűlésben. Mindenképpen fogok választani menni, ugyanis úgy gondolom, hogy nem is megyünk választani akkor, és ez egy döntéshozás saját szempontból is, úgyhogy mindenképp részt veszek rajta. A magyar közösségi összefogás egyik fontos célja a kampányban a mozgósítás volt, vagyis az, hogy minél többen elmenjenek szavazni és a magyar pártot válasszák. A listavezető szerint a felvidéki magyarok érdekét csak egy magyar párt tudja hitelesen képviselni a törvényhozásban. Ha mi azt akarjuk, hogy legyen jövőnk és magyar jövőnk legyen a saját szülőföldünkön, akkor nekünk képviseletre van szükségünk és összefogásra van szükségünk. Mi az első lépést ezzel a csapattal, ezzel a jó program megtettük, ha ehhez megkapjuk a választók támogatását, akkor biztos vagyok benne, hogy a következő időszak nem az egymással szembenállásról, nem az árokásásról, hanem az összefogásról fog szólni. A voksoláson várhatóan magas lesz a részvétel, ezért a magyar pártnak a számítások szerint legalább 160 ezer szavazatra lesz szüksége a bejutáshoz. Szlovákiában egyébként ma éjfélkor kampánycsend kezdődik, amely egészen a voksolás végéig tart. Amint egy 4,5 millió szavazót szombaton reggel 7 és este 10 óra között várják az urnákhoz. A híradó után a Magyar Közösségi Összefogás legnagyobb pártja, az MKP elnöke lesz az M1 vendége. Tovább emelkedtek a keresetek itthon. Tavaly éves szinten több mint 11%-os volt a növekedés, és a bérek reálértéke is nőtt. Szakértők szerint idén is folytatódik a béremelés, az adócsökkentések ugyanis csaknem 100 milliárd forintot hagynak a hazai vállalkozóknál. Emellett tovább bővül a foglalkoztatás segítő program is, így még több álláskereső juthat munkához. Konyhabútorokhoz szabják az elemeket. A műveletet már számítógépen is nyomon lehet követni. Az zalaegerszegi bútorüzemben most 140-en dolgoznak, de szükség lenne még jó pár munkás kézre. Jó szakembert azonban már Zalában is csak lasszóval lehet fogni. Így a cégnél folyamatosan emelik a fizetéseket, hogy legalább a régi mestereket megtartsák.
Tavaly például 2 szemjegyű béremelés volt. Most márciusban is lesz emelés, de ennek mértékét a hatékonyság növelése érdekében az elvégzett munka alapján határozzák meg. Elrendeltem, hogy teljesítménybérezést be kell vezetni. Mondtam, hogy nem érdekel, kinek milyen a haja, a csipőmérete. Én teljesítményt szeretnék megfizetni a bérbe, és nem szeretnék szubjektív elemeket bele. Országosan is növekedtek a bérek, tavaly például csaknem 11,5%-kal éves összehasonlításban. De ami talán ennél is fontosabb, a reálkeresetek is nőttek 7,7%-kal. Nyilvánvalóan a folyamatos béremelkedés az jó mindenkinek, jó az adott személynek, mert hát többet tud költeni, ha többet tud költeni, ebből megint beruházások lesznek a későbbiekben, vagyis egy összetett folyamat. Jó az adott cégnek, hiszen valószínűleg nagyobb lesz a forgalom, hogyha hatékonyabb teljesítményt végeznek a munkatársai, a dolgozói. Az adatok alapján már 83. hónapja emelkednek a bérek, és az utóbbi 3 évben mindig 2 szemjegyű volt a növekedés mértéke. A fizetésekkel párhuzamosan a foglalkoztatottak száma is folyamatosan bővül, és várhatóan idén már tartósan meghaladja a 4,5 milliót. Ebben a fővárosi hivatalban naponta több tucatnyi állástalan kér segítséget. Annak érdekében, hogy többségük találjon is munkát, a kormány a közelmúltban elindított egy speciális programot. Ennek lényege, hogy a foglalkoztatási osztályok felmérik az adott térség munkaadóinak igényét, alaposan megismerik a hozzájuk forduló munkát keresők szakmai képzettségét, lehetőségeit, majd ez alapján összehozzák a munkaerőpiac szereplőit, és ez működik. Országosan közel 80 000 eredményes kiközvetítés történt. Vagyis ennyiszer sikerült a munkaadó igényeknek megfelelő munkavállalót találni. Budapesten úgy számolnak, hogy a program segítségével mintegy 650 embernek találnak majd így rövid időn belül biztos állást. Ami a kormányhivatalban és a foglalkoztatási metódusban egy új elem, az az, hogy nem szociális alapú, tehát nem alapvetően csak az álláskeresővel foglalkozik, hiszen ők vannak ma kevesebben, hanem egy piaci alapú, és inkább a munkáltató igényeket igyekszik egyébként kielégíteni. A program márciustól kibővül, a foglalkoztatási szakemberek ezután azt is feltérképezik, hogy a sikeres elhelyezkedés érdekében ki az, aki hajlandó tovább, illetve átképezni magát a munkaadói igényeknek megfelelően. Egyre többen veszik igénybe az elektromos autóvásárlásra vonatkozó állami támogatást. A 3 milliárd forintos pályázatnak köszönhetően mintegy 2800 környezetkímélő autót helyeztek már forgalomba. A kormány célja a közlekedés további zöldítése, különösen annak fényében, hogy a károsanyag kibocsátás csaknem 1/4-ért a közlekedés a felelős. Nagy álma vált valóra Szabó Győzőnek, amikor megvehette első elektromos autóját. A soproni vállalkozó azt mondja, a családjával így járulnak hozzá a környezetvédelméhez. Több mint 3 éve vásároltam a gépkocsimat. A legfontosabb dolog az volt számomra, hogy zöld energiával tudjak közlekedni. Ez már kb. 10-15 éve a vágyam. A gyártók is úgy látják, hogy egyre népszerűbbek az elektromos autók. A szakemberek szerint ennek több oka is van. A térnyeréséhez természetesen hozzájárul az állami támogatás előnye, illetve a másik támogatási intézmény a zöld rendszám használata, amely a plug-in hibrid autókra is igénybe vehető. Ebben a budapesti kereskedésben is sok elektromos meghajtású autó fogy. A vevők azt is kipróbálhatják, hogyan lehet ezeket a járműveket feltölteni. Ez az autó igazából 40 kWh akkumulátorral van szerelve, és ezáltal egy olyan 300 km-re elegendő a töltöttségi szintje az autónak. A szakemberek azt mondják, bár az elektromos autók egyelőre drágák, a szervizelésük viszont olcsó. A napi üzemeltetésben ott már előny van, hiszen karbantartásban igazából 100-150 000 kilométerenként ellenőrzésen kívül nem túl sok mindent tenni valóban. Ráadásul a zöld rendszámú járművekre több kedvezmény is jár. Nagyvárosok többségében most már ingyen lehet velük parkolni, de ezen kívül van átírási illeték kedvezmény, van gépjárműadó kedvezmény, van cégautóadó kedvezmény. Az elektromos autók vásárlását évek óta támogatja a kormány. Először 2016-ban írta ki pályázatot, majd a nagy érdeklődés miatt folytatódott a program. Csaknem 3 milliárd forintra lehetett pályázni, amelynek köszönhetően több ezer elektromos autó állt forgalomba Magyarországon.
A mai napig több mint 3000 darab pályázat érkezett be, közel 3 milliárd forintot folyósítottak már a lebonyolítók a nyertes pályázóknak, és a ilyen módon támogatással beszerzett elektromos gépjárművek darabszáma közel 2800. A rendszer hamarosan kibővül. A tervek szerint a kisebb és olcsóbb zöld rendszámos autók nagyobb támogatást kapnak majd. A nemzeti busz-stratégiában pedig a környezetbarát elektromos buszok megvásárlását támogatja majd a kormány a 25 ezer lakosnál nagyobb településeken. Erre csaknem 40 milliárd forintot költenek a következő 10 évben. Az LMP szerint a kormánynak nincs valódi zöld programja, mert nem szerepel benne a szélenergia hasznosítása. Kanász Nagy Máté azt mondta, a kabinet terve a megújuló energiaforrások hasznosításával kapcsolatban kizárólag a napenergiával foglalkozik. Ha zöld politikáról beszélünk, akkor nem lehet kizárólag napenergiáról beszélni. Nagyon szorosan ott van a szélenergia is, amit egyébként a kormány ugye minden eszközzel tilt. Nem lesznek légkondicionáltak a hármas metró szerelvényei, nem szavazta meg ugyanis ma a fővárosi közgyűlés balliberális többsége a fideszes Ugi Attila erre vonatkozó javaslatát. Pedig a tavalyi kampányban Karácsony Gergely egyik fő ígérete ez volt, videót is készített az egyik szerelvényben a kánikulában. Vitézi Dávid, a kormány által létrehozott Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatója mindenre úgy reagált. A fejlesztésben korábban Tarlós István és Karácsony Gergely is egyetértett, az utasoknak pedig az az érdeke, hogy ez a fejlesztés, ahogy mondta, ne süllyedjen az elfelejtett választási ígéretek világába. A klímaváltozás korszakában lenne a föld alatt légkondi nélküli metróval utazni nem akármilyen kihívás. Most lemegyünk és megmérjük, hogy hány fok van ezekben az olasz metrókocsikban. A főpolgármester jelölti kampányához készítette Karácsony Gergely ezt a videót tavaly. Azt szemléltette, hogy mennyire elviselhetetlen a hőség a hármas metró szerelvényeiben nyáron. Ez a fotó pedig Karácsony Gergely pártja a Párbeszéd tagjait ábrázolja, amikor 2017-ben papucsban, törölközőben és félmeztelenül hívták fel a figyelmet a hármas metróban uralkodó hőségre, és felszólították az akkori főpolgármestert, Tarlós Istvánt, hogy oldja meg a problémát. Az azóta polgármesterré, így a fővárosi közgyűlés tagjává vált Vénaszályi Márta akkor azt mondta, a metró utasai szaunában érezhetik magukat. Ezt a problémát most megoldhatták volna. A Karácsony Gergely vezette közgyűlés szerdán mégis leszavazta, hogy klimatizálják a hármas metró vonatait. Nem is válaszolták meg, hogy miért nem támogatják, egyszerűen nem támogatták ezeket. A beterjesztő fideszes képviselő Ugi Attila az M1-nek azt mondta, a közgyűlés balliberális tagjai azért nem szavazták meg a javaslatot, mert az egy kormánypárti képviselőtől érkezett, pedig a költségvetésben lett volna rá keret. Várhatóan 100 milliárd forint a fel nem használt és le nem kötött pénzmaradvány, amiről májusban fog a fővárosi közgyűlés dönteni, ahhoz képest ez a 3 milliárd forint, ami számtalan lakónak a fővárosban, illetve a fővárosi utazóközönségnek pozitív eredményt hozhatott volna, hogyha ezt megcsinálják. Ez azt gondolom, hogy elenyésző ahhoz képest, amekkora hátrány most abból lesz, hogy nem valósul meg. Az októberi választások előtt még Karácsony Gergely is egyetértett azzal, hogy ezt a valóban jelentős hiányosságot pótolni kell ebben az önkormányzati ciklusban. Ezt Vitézi Dávid írta közösségi oldalán. A Budapesti Fejlesztési Központ vezetője úgy fogalmazott, az utasok érdeke, hogy a metrószerelvények klimatizálása ne süllyedjen az elfelejtett választási ígéretek és a politikai odamondások világába. Azonban most mégis úgy tűnik, hogy a közgyűlés szerdai döntése miatt a következő nyarak is tűzforró metrószerelvényekben telnek majd. Csaknem 12 millió forintos büntetést kapott a médiatanácstól az RTL Klub szolgáltatója. A hatóság megállapította, hogy a kereskedelmi csatorna 2011-ben a Való Világ című műsorát és a hozzá kapcsolódó Neked Való című műsort 13 alkalommal, ezek előzeteseit pedig 82 esetben rossz időpontban és helytelen korhatári besorolással sugározta. Ahogy a médiatanács fogalmaz, a műsorokban megjelenő szexualitásra utaló képsorok kedvezőtlenül befolyásolhatták a 16 éven aluli gyerekek személyiségfejlődését. Kizárólag 16-os karikával és csak este 9 óra után sugározhatta volna az RTL Klub azokat a szexualitásra utaló felvételeket, amely a Való Világ 4. évadában és a hozzá kapcsolódó Neked Való című műsorban szerepeltek még 2011-ben. A képsorokat az előzetesekkel együtt összesen 95 alkalommal adták le rossz időpontban és helytelen korhatári besorolással.
A médiatanács szerint ez kedvezőtlenül befolyásolhatta a 16 éven aluli gyerekek személyiségfejlődését, ezért 12 millió forintra büntette az RTL Klub szolgáltatóját. Nem ez az első eset, hogy a csatorna 12 éven felülieknek ajánlott kategóriába sorolt olyan műsort, ami a személyremsértés határán mozog. 2018 őszén a Szenzációs 4-es első adásában két férfi intim testrészüket alig takaró törölközővel meztelenül táncolt. A műsort ráadásul előre rögzítették, tehát a jelenetek egyértelműen a szerkesztők jóváhagyásával maradtak az adásban. Az RTL Klub akkor megkeresésünkre azt írta, semmi olyan nem látszódott, ami egy nyári balatoni hőség kapcsán készült híradó tudósításában ne lehetne benne. Szerintük a testrészek takarva voltak, tehát nem látszódott semmi. A média tanács azonban nem így látta. A médiatörvény korhatár besorolási rendelkezéseinek megsértése miatt 6 millió forint bírság megfizetésére kötelezte az RTL Klub szolgáltatóját. A mostani 12 millió forintos büntetéssel kapcsolatban is kerestük az RTL Klubot. Annyit válaszoltak, hogy pillanatnyilag nincsen mondani valójuk a témában. Veszélybe került az idei pécsi országos színházi találkozó. Sajtóhírek szerint ugyanis nem ad pénzt a posztért felelős cégnek a pécsi önkormányzat. A cég többségi tulajdonosa egyébként éppen Pécs városa. Kerestük ma az önkormányzatot, de csak jövő hétre ígértek tájékoztatást. A szervező cég kisebbségi tulajdonosa, a Magyar Teátrumi Társaság is csak annyit reagált, hogy zajlanak a tárgyalások. Nem csak Károly Jászai Mari díjas színész helyezett el lakatot a pécsi lakatfalon tavaly júliusban. Hagyomány, hogy minden évben a Pécsi Országos Színházi Találkozó díszvendége jelképesen egy ilyen lakattal köti össze a fesztivált, Pécs városát és saját munkásságát a hazai színházi szakma legrangosabb seregszemléjének nyitónapján. Így helyezte el saját lakatját 2017-ben Halász Judit Kossuth és Jászai Mari díjas színművész is. Hiába az összetartozást jelképező rengeteg lakat, veszélybe került az idei Pécsi Országos Színházi Találkozó. Nem ad pénzt a posztért felelős cégnek a pécsi önkormányzat, ezzel a címmel jelent meg cikk a pecsaktuál.hu-n. Azt írják, fizetésképtelenné vált az a társaság, amely a Pécsi Országos Színházi Találkozóért felel. A lap szerint a város korábban írásban közölte, nem ad pénzt addig, ameddig Magyar Attila vezeti a céget. Magyar Attila ezek után beadta a lemondását, a találkozó megszervezéséhez szükséges pénz viszont még mindig nem érkezett meg. Pedig ebből kellett volna kifizetni többek között a darabokat válogató szakembereket, akik az idei versenyelőadásokat állították volna össze. Magát látni Anna Petrovna hosszú és gyötrelmes sivárság és avantos élet után fölfoghatatlan fényűzés. A fesztivált szervező cég tulajdonosa nagyobb részben a pécsi önkormányzat tulajdonában lévő Zsolnai Örökségkezelő, kisebb részben pedig a Magyar Teátrumi Társaság. Utóbbi január végén egy közleményben azt írta, nem állapodtak meg Pécs vezetőivel, sem abban, hogy a 2020-as poszt Pécset lesz, sem abban, hogy a következő években máshol lenne. Megkerestük a többségi tulajdonos Pécs önkormányzatát az ügyben, de nem kívántak nyilatkozni. Azt mondták, sajtótájékoztatót tartanak, legkésőbb a jövő héten. A Magyar Teátrumi Társaságtól pedig azt a választ kaptuk, hogy zajlanak a tárgyalások, így érdemben még nem tudnak válaszolni kérdéseinkre. A Pécsi Országos Színházi Találkozó idén lenne éppen 20 éves. Köszönöm. Megtartotta első ülését Kispesten az a vizsgálóbizottság, amely azután jött létre, hogy a helyi szocialista képviselő Lakner Csaba korrupciógyanús ügyekről beszélt egy hangfelvételen. Azt mondta például, hogy idézem, aki a kerületi politikában évente nem keres 100 millió forintot, az hülye. A felvétel ellenére Lakner Csabát ismét megválasztották képviselőnek a tavalyi önkormányzati választásokon. A politikust azóta kizárta az MSZP. A vizsgálóbizottság LMP-s elnöke Ferenc István azt mondta, ingatlan eladási és bérbeadási ügyek, építőipari beruházások és sportügyek is napirenden lesznek a következő hetekben. Országszerte különböző programokkal készülnek a Logopédia Európai Napjára. Idén az írott nyelv, vagyis az olvasás és az írás zavarai a fő téma. A szakértők arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy milyen fontos a gyerekek korai szűrése, az időben észlelt problémát ugyanis sokkal könnyebb orvosolni. Logopédus foglalkozik ezzel a kisfiúval egy budapesti iskolában. Csak a fővárosban összesen 20 ezer diáknak van szüksége ilyen fejlesztésre, országszerte pedig további ezreknek. Magyarország idén is csatlakozik a Logopédia Európai Napjához jövő pénteken.
A középpontban az írott nyelv, azaz az olvasás és az írás zavarai lesznek. Kisgyermekkortól időskorig, tehát az egész életen átívelően vannak olyan fejlődési és szerzett kommunikációs zavarok, amelyeknek a diagnosztizálása, feltárása és a terápiája az a logopédusok feladata, és mindez megvalósulhat a köznevelés keretein belül, és megvalósulhat azon kívül is. Szakértők szerint a 3 és 5 éves korban végzett szűrések nagyon fontosak. Azoknak köszönhetően ugyanis időben el lehet kezdeni a terápiát. Így meg lehet előzni, hogy a gyermeknek később tanulási nehézségei legyenek. Országszerte meg lehet majd ismerni a logopédusok munkáját. Fontos, hogy mind a szülők, mind az érdeklődők tudják azt, hogy mit csinálunk, hogyan fejlesztjük ezeket a gyermekeket, hiszen az előzetes szűrések, ahogy már a kollégám említette, a 3 és 5 éves kori szűrések bizony nagyon sokat előrejelezhetnek. Magyarországon 2012-től tartanak március 6-án rendezvényeket, amelyek célja, hogy felhívják a figyelmet a kommunikációs zavarok sokféleségére, illetve azoknak az egészségre, az életminőségre gyakorolt hatásaira. Koncertturnéra indul Bogányi Gergely zongoraművész. A zenész 20 koncerten 20 különböző műsorral készül szerte a Kárpát-medencében. Azt mondta, a Nemzeti Összetartozás évében zongora játékával szeretné összekötni a magyarságot. A turné Budapestről indul március 19-én. Schumann C-dur fantáziája is felcsendül majd Bogányi Gergely legújabb turnéján. A zongoraművész úgy döntött, hogy 2020-ban 20 koncerten 20 különböző műsort ad. A koncert sorozat gyakorlatilag az egész életem művészetének egyfajta összessége. Bogányi Gergely azt mondta, élete legfontosabb koncert sorozatára készül. Az első állomás március 19-én Budapesten lesz, majd bejárja az egész Kárpát-medencét. A helyszínválasztásnál az elsődleges szempont a Kárpát-medence volt, tehát hogy Magyarország és a szorvány magyarság lehető legtöbb települése bekerüljön. A turné állomásai között szerepel Felvidék, Erdély és a Délvidék is. A művész ugyanis a Nemzeti Összetartozás évében zongora játékával szeretné összekötni a magyarságot. A koncerteken 13 zongoraverseny és számos zeneszerző szóló műve csendül majd fel. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára kiemelte, Bogányi Gergely zongora játékával Magyarország hírnevét is öregbíti. Bogányi Gergely személyiségében is és a Bogányi zongorában is kieresztődött a szellem, a tehetség, a kiváló művészeti érzék a palackból, és erre nekünk magyaroknak, mindjárt büszkének kell lenni, hiszen Bogányi Gergely nem csak önmagát, mint művészt tette világszerte ismerté, és a bogányi zongorák is ennek egyfajta nagykövetei most már több országban, sőt több kontinensen is azt mondhatjuk, hanem ezzel a magyarság is többé vált. Az első saját fejlesztésű, egyedi hangzású és formavilágú bogányi zongorát 2015-ben mutatták be. Azóta 2 prototípusa létezik. A Kossuth és Liszt Ferenc díjas művész a koncert sorozaton természetesen saját zongoráján játszik majd. Elhunyt Szent András István, Kossuth díjas festőművész, ezt közölte Balogh Zoltán romaügyi miniszterelnöki biztos Facebook oldalán. Szent András István 1957-ben született Budapesten, állami gondozottként nőtt fel, szorongásait először versekbe öntötte. Péli Tamást, az első hivatásos cigány festőművész tartotta mesterének, nála találkozott először a cigány kultúrával. 2012-ben kapott Kossuth díjat, a cigányság ősi, balladisztikus hagyományait és alakjait sajátos színvilággal ábrázoló műve. Szent András István 62 éves volt. Nem sokára kezdődik a híradó az M5-ön is, ma este Varga Szabó Anitával. Szervusz, jó estét kívánok! Kettős vezetése lesz a Szabadtér Színháznak. Míg a Margit-szigeti szabadtéri színpad vezetése megmarad Bán Teodórának, addig a Városmajori szabadtéri színpadot Benkő Nóra irányítja a jövőben a fővárosi közgyűlés szerdai döntése szerint. Híradónkban részletesen foglalkozunk a témával. És Harag György emlékévet hirdetett a Magyar Művészeti Akadémia. Hogy milyen eseményekkel készülnek Kárpát-medence szerte, azt hamarosan mutatjuk. Az Ez itt a kérdés mai adásában pedig Csukás István életútját járjuk körbe a hozzá közel álló alkotókkal. Ha tehetik, tartsanak velünk, 8:30-kor kezdünk az M5-ön. Anita, köszönjük szépen!
Az M1-en pedig sporthírek jönnek Pál Pál előttől.